Szia Zodi, cső cső. Mi a helyzet erre felé? Há, meg vagyunk, meg vagyunk. Dumcsizásos. Én itt közben vérforralok, vagy mi. Minden oké. Okay. Arra felé Mizu. Ez upgrade. Not bad. Hát abból nincs annyi. Abból nincs annyi. Csóró vagyok, főni. Ah, hogy a rohadt néniként. Jó, semmi baj. Upgrade-eltünk valamennyit. Fáradtság a köbön, meg épp kaját készüljök rittyenteni. És mi lesz a vacsora? Rugdosóra? Ja, értelek, cucu. és jó, jó ez a rugdosó? Amúgy, vagy mi a megfejtés ezzel kapcsolatban? Ez az, amit most lehet, hogy nem kellene csinálni, de... Egyszer élünk, akkor megéljünk nagyon. Hát figyelj, tudok streamelni olyan játékot, amit alapból nem néz senki. Hello, Halo vagy Destiny, aha. Értelek. Hát figyelj. És ott többen nézik, vagy nyitottabbak mondjuk adott esetben ilyen contentóra. Bontsad le, persze. Minden bontsál le, úgy. Na jó, én azt mondtam, 60-as szinten bepróbálkozunk a tier 4-es dologgal. Ezt most akkor ezt elő kéne adni, ugye? Olyan. Az alap már megvan ilyen tejszínes, kukoricás, aprított csirke, mert csípősen aztán... Vagy rizsel és krumplival. Aha. Jó, megy azért. Hát én meg száraz kenyeret. Na. Sok sikert a tényéhez, nekem 65-ön jött össze. Hát ti mondtátok, hogy próbáljunk rá, én rápróbálok. Amúgy nem itt kell rápróbálni, de hülye vagy. Ostoba streamer. Hol van? Valahol itt van. Na, ott. Oda kő menni. Azt minden a leggyorsabb talán. Rápróbálunk, megnézzük, maximum kijövünk. Hát most... Nagy veszíteni való nincs. Úgy hallották itt a többen a cseten, hogy Zodi vacsora vendégeket fogad. Amúgy föl kell lóra pattanni állítólag. És le fogjuk cserélni a potit, mielőtt bemegyünk, arra gondoltam. Valami jobb fajta, finomabb felest fogunk inni. Aztán meglátjuk, hogy damage kapcsán elő tudjuk-e adni a csodát. Én megnézem azért, Zodi, lehet, hogy... micsoda? Már meg sincs. Amint mi, Zodi már nincs is itt, már tovább is ment. Várjatok, itt elérkezett a gonosz. Nem szép dolog bántalmazni engem, jó? Fejezzük be? Oké. Okay. Szia Tücsi! Hello, bello! Koliban vissza vérben kidőltem az ágyon, és aludni akarok. Régi szép idők. Akkor ilyeneket lehetett csinálni. Na azt mondja, hogy... Az mehet, jó. Tü. Jó kis kolis élet. Azt most délután egyet, vagy kora este, 10-től meg megy a buli. Ismerem én, ismerem én. Így csináltam, mármint hogy voltak, akik így csinálták nálunk is. Hétfői a legjobb, mert visszajössz a hétvégéből buli. Mikor egy nap csak kétszer rúgtál be. Aha. Most meg egy hónapban egyszer, igen. Igen, én emlékszem, elneveztük, a Martos Koliba jártunk a szemát, hogy mi volt a neve. Ott is volt ilyen saját, hogy mondjam, ilyen... Csituljál? Szóval ilyen, hát hívjuk kocsmának, kocsma részleg, és elneveztük Martos menünek, amikor ittunk a... Hogy volt? Egy sör, két pálinka? Vagy valami ilyesmi? Az volt a Martos menü. Fütyülős pálinka, tehát hogy engem ne hívjuk pálinkának, meg sör, nyilván. Jó volt.
De jó volt a hangulatunk, az biztos. No. Ha már hangulat, hon van a gonosz? Onnan fogunk jönni. Szia, szervusz, üdvözöllek. Ő meghalt. Hát mondjuk ő már kevésbé hal. Aha. Erre mondják, hogy 10 szint, az 10 szint. De az miért nem kapja amúgy? Ezt lehet tudni? Nem akar meghalni. Na most. Jó. Halott. Mindjárt én is az vagyok, de halott. Jó. Jó. A fügyülős az likőr, nem pálinka. Tök mindegy volt, szesz van benne, aztán hagyd szóljon. Figyelj, végül is meghalnak, csak hogyha sokan vannak egyszerre, akkor én fogok meghalni. Ez fix info. Hát ez... aha. Hát én nem tudom még, hogy ezt tudjuk-e hozni. Alapvetően. Tehát nem azt mondom, hogy nem haladunk. Azt mondja párizsi. Ha jó van már, kell itt a izé negatívoskodás, jó? Különben is. Legalább XP-t farmolunk most. A vagy tárgyakat. Figyelj, pusztul. Még a boss majd, az nem valószínű, hogy ilyen egyszerűen, idézőjel fog meghalni. Differencia, így a... ezéhez képest. Egész jó buildnek tűnik ez. Nem a build-el van a probléma, hanem egyelőre még a szintünkkel van talán probléma. Amúgy nagy valószínűséggel, hogyha meglenne a mondjátok már a területekhez kapcsolódó renomé, és abból az a 20 paragon pont, akkor itt nem lenne probléma. Az a baj, hogy ez rohadt sok, az a 20 paragon pont. Néha ugrik szépet a damage amúgy. De rendesen felrögcsálom azért. Tíres build-ot csináltam, ha már a tíres build volt. Hogy mi? Ha? Bonespear-t csináltam, vagy hát főként azzal mentünk mi is az első 50 szintbe. Crow lesz, add majd. De amikor elkezdődött a paragon pontozás, akkor átváltottam, mert egyrészt mindenki Bonespear-t szokik csinálni, másrészt ez ilyen újnak tűnt idézőjelbe. Ez a Blood móka. És megmondom őszintén, amúgy jobban tetszik, mint a Bonespear-es.
Csak még nem teljesen vagyunk rendben amúgy a spektek szempontjából sem, szerintem. Amíg a Terz és a többiek fekszenek, addig nincs gond. Hát igen, csak ez még az első etapja itt ennek az egésznek, aztán utána jön majd, amikor debuffot is kap az ember. Aha, megjön ez a rész, amikor itt legénkednek. Aha. Kezdődik. Invoker? Meghaltak. Amú. Szervusz, viszlát. Jó, de ez csak izé essence szedés, és akkor ez a damage nyilván. Van-e erről fent build, vagy megmutatod? Ezt a buildet követjük. Ezt akár... ki is tűzöm itt így... Várjál így a stream végéig. Ez nem az volt, majdnem. Na, szóval, hogy ezt... Majdnem sikerült. Jó. Majd kicsit mellé nyomkodtam, de most akkor mi van? Jó, na, indul a buli, survive, azt mondja. I will survive. Hamar nyomtuk el ezt, ezt még nem kellett volna. Hol az egerem? Ott az egerem. Aha, jön a nagyfiú. Ho-ho-ho, nincs pofon. Ha megúszta, your pofon, ha megúszta. Ne fagyassz el, légy szíves, az nagyon unfair. De gyere már ki ott! Non. Haló? Teleportációs jelleg volt. Na most ezek a nagy fiúk nekem nem szimpatikusak. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem gonoszak. Jó, az egyik halt. Másik is halt. Haló? Ennyi. Mi van? Jó, megvan a Bloodstone. Sikerült. És akkor hogy van ez? Szóval kell lerakni? Vagy mit kell vele csinálni? Úgy innen vitte ki, vagy onnan hozta föl. Jó, ide, és akkor kell a másik oldalról a Kavix, vagy hogy van. Az meg itt kell bemenni. Ajaj, Cursed Halls, nagyon jó. Ez átkozott, az átkozott. Every 5 seconds, cursed... Nagyon jó. Haló? Ja, hogy arra. Jó, ez lesz a nehezebb rész nyilván. Főleg így. Mi is elmánok. Azért pusztulna. Nem rossz. Nem teljesen reménytelen egyelőre. Hop-hop. Ott egy gatyó. Büdös nadránk, nagyon jó. I'm not ready yet. Jó van már, nem vagy kész. Már kész vagyok helyetted is. Lehet. Kidobál onnan, hát oda köpködjél, légy szíves. Bélfin. Jó. So far so good. Ott van, ami kell nekünk, hogy... Ja nem, oda kell majd bejutni. Haha. Jó, tovább erre. Eszenciát gyűjtenék, köszönöm szépen. Jó. Haltan.
10 szinten magasabbak nála, de mobok azért szépen hol vannak. Not bad, not bad. Az a 9000 damage az szép volt ott. Na, ezeket nem szeretjük, ezeket a robbanósokat. Plutty. Jönnek a lemingek. Oda rántotta a tendril. Jó. Jó. Ez az. Erre. Gondolom én legalábbis. Azaz. Néha egy kicsit fűrészelés szituáció. Jaj, várjál, ne a csetet nézd. Szóval néha ilyen kicsit fűrészelős szitunak tűnik. Jaj, azért rendesen van HP-juk. De azért halnak is. Jó, ezt újra megöljük, mert miért ne? Hát, ha valami jó szívet ad. Mindjárt megvan. Ott is van. Taing. Ötezer. Az igen. Hát ezek az overpower per kritikálok, ezek kellemesek. Vigyázz, pukkan. Azok szépek. Hogy mondjam így damage ügyileg. Ezt lehet, hogy kicsit elhamarkodottan nyomtam meg. Az is lehet, hogy nem. Valahol van sámán. Őt például nagyon gyorsan kéne urgálni, mielőtt itt mindenkit föltámaszt. Ez az. Ez az. Az az. Yes, és akkor innen tudunk bemenni oda a Kavixhoz. Vagy mi a jó istenhez. Persze. Sok HP van ennek a Tumple-nek. Vin. Oké. És akkor elvileg itt most ezt lefelé kellett volna vinni, nem erre. Kb. Level 18-20-nak felel meg. Hát 53 vagy mennyit kell, nem? Hozzáadni. Jó. Igen, hogy is volt akkor most? Mi van most? Travel to the Cathedral of Flesh. Ja, az itt oldalt. This one. 54-et, aha. Azért 53-ra emlékeztem valami miatt, de akkor 54-et kell. Cathedral of Hús. Nagyon jó, és akkor itt ilyen párizsi lesz, hogy így nagy a kutyának a szavajárását is alkalmazzék. Jézus Máriám. Azt mondja blokk, ne blokkoljon. Collect animus from cannibals. Aha. Ugye? I'm not
Jó napot, esetleg Animus valakinél. Elvitelre lenne. Ott az egy miniboss jellegű. Alapvetően. Aha, akkor jó napot kívánok. Az gond. Az... nem jó gomb! És ezt meg... Na most... Van egy kisebb... fennakadás. Ez a kolléga nem szimpatikus nekem. De nála van az Animus. Mondjuk lefagyasztani és tüzezni egyszer egy kicsit parasztság, nem gondolod, haver? Nem gondolja. Ú, van akkor. I need more time. I need more time. Jogi, taktikailag kell csinálni. Te a rohadt nénikén. Jó van, megpusztult a rohadt parasztja. Na jó. A volt nála semmi. De mondjuk, hogy tényleg nem... nem dobott még egy tárgyat se, hanem csak az Animuszt, az egy kicsit szemétség. Aha. Most akkor van itt még egy. Ugyanilyen. Ez is egy hasonló paraszt. Meghalt. Az hova megy? Az a fallen. Gyere már vissza. Tökre ráírunk egy ilyet unlockolni, nem? Így a tier 4 dungeon kellős közepén. Jó, lassan a fele megvan. Oké, ott a következő rohadt fejű. Hű, az anyád! Persze, hogy te is ilyen fagyasztós jellegű vagy. Gyere, odébb. Ez az. I need more time. Persze jöjjön még az is. Pusztulj már ki. Most kipusztult vagy most mi van? Kipusztult. Ja, az már csak egy szalkubusz. Jó, meg vagyunk. Hú! Oké. Apró pénz. Jó. Menjünk tovább. Persze, hogy pont a robbanáskor jött le a barrier róla. Ezek az elég fájnak? Ja, ezek huncutak. De figyelj, igazából megoldottuk, szóval alapvetően oké a dolog.
rohadt szemetek, de megoldottuk, megléptük, amit kellett. Na, persze. Sámán az kell. Ne? Jó, jöjjünk erre, hát ha tudunk haladni. Teljesen smooth haladás egyébként. Jó, hát nyilván lehetne gyorsabban is haladni, de nem rossz, nem rossz. Abszolút elégedett vagyok. Ahhoz képest tényleg, hogy van 10 szín különbség. Azért ezt ne felejtsük el. Szerintem körülbelül 2 ilyen boss kell, vagy miniboss, vagy hogy mondjam. Hogy meglegyen az animus mennyiségünk. Hát miért előre dodzsoltam én hülye? És nem látok itt miniboss. A sámánt, azt hallom. Na, pusztuljál már, sámánkám. Még van egy valahol. Már nincs. Ez az. Jó. Ide kell majd az animus. Hello, hello. Nem talált. I'm not ready yet. Jó. Na most hol van a maradék rohadék? Maradék rohadék, értitek? Azt mondja. Ott van. Jó, sok lesz egyszerre. Oké. Teleportálós fajankó. Ez most szépen gyorsan meghalt, nagyon szép. Ez jó volt. Ez tényleg jó volt. Ez tetszett én nekem ez. Pracs. Aha, ott van az utolsó szerintem. Arra felé, fölfelé. Próbálom gyorsan felszedni a... mi ez már eszencemet? Jó, és akkor itt jön. Jó az. Oh, I need more time. Ott is van, baby! Na, mi van, mi? Megvannak! Yes! Megvan az animus!
Lecs. Hello. Nem szép dolog. Így váratlanul az emberre rá rontani, jó? Légy szíves. Jó, az egyik halott. Másik is halott. Nice. És nyitottuk a izét is. Yeah! Na és akkor most jön a... Nem emlékszem már mik voltak, de ez szemét volt, az biztos. Jújjúj. Szevasz! Igen, nem emlékszem annyira, de... Hogy abban nem kéne benne állni, ja, ja. Jogi. Intézem. Turgálom őket. Fél HP-n van, elájas. Eliás. Ott odén mennák. A kicsit, mert forró a talaj, hogy így mondjam. Na megint ilyen izéket? Fog benne leidézni. I'm not ready yet. Forró egy picit. Szia, jé! Csőzet, főzet. I'm not ready yet. Éppen elájas iszkolázásba vagyunk. Már nem kell neki sok, mert szereti a teste, amiért ott van elsőre, baby, ott van a szinten. 60-as szinten legyaktuk a fiút. Nullos, ő konkrétan nullos. Vedd már fel. Akkor nem. Akkor azt hagyd ott. Jó, és akkor mi van itt? Ki kell menni innen? És akkor World Tier 4, mi? Mint a nagyok. Yes! Műsági! Hogy tetszett a Crew nevezetű játék? Mert láttam, te is pergetted. Köszi a GG-ket, köszi. Oda nézzél. Hát egy csomó szar. Mármint, hogy nagyon szép cuccok. Nem. Csak a legendari. Csak a legendari. Azt lehoztuk. Full jó. Wow. I got furs, skins and steel. Igen, ez a... hogy mondjam, a alapos tárgy elemzők ne nézzék, ahogy én válogatom a tárgyakat. A Crew nagyon frankó volt, de inkább Forsenner maradok, ha választanom kell. A Starfield meg isteni. Nagyon bejött a Starfield. Na és akkor elvileg mi? Select? Azt mondjuk. Menjünk fel.
Nagyon jó. The Vertir 4. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a Vertir 4-en. Imádod a Bethesda RPG-ket. Na, örülök, hogy tetszik. Nem tudom, engem valahogy úgy nem kapott el. Van egy része, ami tökre tetszik, de van egy csomó része, ami meg... Fú, valami nagyon nem. Valahogy így, mondom, több része is van sajnos a játéknak, ami... Nem tudom, nálam nem annyira kapta el a hype szintemet. Meg egy kicsit túl is lett, most először éreztem azt, hogy a hype, túl hype-olt dolog egy kicsit már nálam negatívban húzza a játékot, de ez mondom, személyes hülyeség. Úgyhogy, ja. Amúgy nem tudom, hogy tudtam keverő nélkül létezni eddig. Ugye? Most már aztán rászoksz, hogy aztán ott lehet csiki-csukizni, meg minden. Meg aztán majd jönnek a hangeffektek. Bizonyám. Szerda óta beleraktam 68 órát a Starfieldbe. Életveszély az a játék, a szabadidőmet nézve. Az igen. Jó, ez nem. Nem, mondom nem. Ez egy legendás kard. Corpse Tendrillás történet. 10% increase critical chance for 6 seconds when you cast Corpse Tendril. 20% bonus critical strike damage to enemies damaged by Corpse Tendril. Mivel azt automatikusan nyomjuk, ez mondjuk egy egész jó történet lehet. Azt mondja, hogy nagyobb lesz a barrier, tehát ez igazából egy jó csere lehet, amit meg kell néznünk. When you injure your potion also grants you 20% maximum of life as a barrier. Aha, az érdekes. Ott az a blood mist, az akár hiányozhat is, de annyira talán az nem fontos, mert nem használjuk. Ez egy csere. Ez egy csere, csak majd ki kell lukasztani, vagy hogy szokás ezt mondani. Bone storm consumes up to 8 corpses to increase its duration by... Tehát nincsenek... vagy mi a földről? Fölszed még 8 darab hullát? Az érdekes. Az a baj, hogy megvan, hogy nekünk ide mi az, ami kell. Így build szinten. Opa. Még a statok azok, hogy nem rosszak. Jó, ezen is még el kell gondolkodni. A nadrágból ki kell venni a kavicsot. Mondjuk, hogyha lebontjuk is, kiesik belőle a kavics. Mert a Starfield nem egy különlegesen kiváló játék, hanem szimplán jó, és akkor értékel igazán, ha magával ragad az űr téma. Mondom, engem az atmoszféra része, meg tehát ezt nem, valószínűleg nem voltál itt akkor, amikor mi, vagy hát mi, de hogy én itt így például kipróbáltam a... what? Kicseréltem. Szóval amikor kipróbáltam a Starfieldet, de hogy én például az a rész az nagyon-nagyon tetszik. Tehát, hogy az a része, hogy az meg van csinálva, az például tökre tetszik. Itt most elbizonytalanodtam a gatyóval kapcsolatban, mert azért ott a willpower az elég sok. Ajaj. Lehet, hogy megtartom a gatyót. Most oké, hogy nagyobb a barrier, amit csinál, viszont a willpower az elég sokat adott. Így. Ez meg fire damage-es. Jó, ezeket lebontjuk. That's good salvage. That's good salvage. Yes. Szóval, hogy nekem az atmoszférája, a játéknak a zenéje, meg ahogy az egész világ amúgy meg van alkotva, az nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Szerintem azt nagyon eltalálták. A zenéje az zseni. Az nagyon jó.
nekem valahogy a karakterek kiugranak a világból, tehát hogy az, tehát hogy valahogy nem passzol. Valahogy nekem az az érzésem van, hogy mintha két külön játék lenne, az egyik egy tehát hogy tök más art style van, és ezt tudom, hogy egy ilyen saját, hogy az engine adta szituáció igazából, vagy hogy mondjam. Minden esetre engem kicsit kizökkent, és így tök fura. A willpower nem igazán kellene, inkább az intellect? Ja, jogos, de ott a reduce damage miatt is raktam vissza, igazság szerint. Ez a legendás kard, az meg csak nekünk meg very fast attack speed kell, úgyhogy amiatt nem akarom lecserélni igazából a fegyvert, mert vagy tör, vagy ugye a pálca az, ami azt hiszem, hogy jó nekünk. Jó, tehát igazából nagyon ne cseréljek semmit, arra jutok. Hajrá, Veldulf, hajrá! Father bless. Mi kell nekem? Hát figyelj ide, drága barátom, pénz, mondjuk most pénz. Csak 7 millió van. Nem sok. Az elején engem is kizökkentett ez, hogy néz ki a játék, mintha 2010-ben lennék, de amúgy annyi missziót kaptam az első landolás után, hogy teljesen megfeledkeztem. Ilyen szempontból én is belefeledkezek a játékba, csak mondom, engem a izé zökkent ki. Tényleg itt az AI az is olyan, hogy ilyen, mondom, atya ég, az is nagyon fura nekem, de tehát nem mondom azt, hogy rossz játék, mert szerintem nagyon jó. Hát az egy klassz játék a Starfield. De nekem nem egy kimagasló, vagy hogy mondjam. De ez én vagyok, tehát hogy például most nem tudom, nagy a hype ugyanúgy a Cyberpunk DLC-vel kapcsolatban is, ami érkezik, ami tehát ugyanúgy hidegen hagy, szóval Tier 8 az már nem. Mit mondtunk, nekünk 54-et kell hozzáadni, akkor igen, akkor mondjuk itt Tier 10 kellene, 9-10. Nézzünk meg egy mi volt? Ja, Tier... Várja, már nincs is olyan, 11-esen van. Aha, akkor ezeket mind lebontjuk. Legalább lesz belőle valami. Szerinted sem kimagasló? Hát, akkor egyet értünk. Tök jó. Így, és akkor craft. 11-től 15-ig? 50 az 65, aha, nem mondjuk. Figyelj, adjál kettőt, arra van pénz. Ennyire volt pénzem, tetyám? Amúgy lejárt a boss fight közben az itókánk, vagy az azóta, hogy itt szarakodok a izébe, azóta járt le. Na most várjál, nézzünk meg egy ilyet. Így tier 4-en. Ja, de ez World Tier 3-as. Shit! Itt csesztem én ezt el. Jó, nem baj, amúgy visszamehetünk még Tier 3-ra, de... Mikortól World Tier 4-es? Innentől kezdve? Nem, az is Tier 3. Innentől kezdve. Oh. Oké. Father bless. Oké, akkor figyeljetek, a Tier 4 az megvan, de még egy kicsit szinteződni visszamegyünk Tier 3. Nem baj, pereg. De ez a 3-3 és fél óra, amit így terveztem, hogy belerakok, a végén arra sarkalt, hogy meg kéne nézni egy-két küldit, de végig játszani Isten őriz, sajnos most nincs rá kapacitás. Mik vannak most nálad úgy, ez a mikor lesz című kérdés? Visszamegyek Tier 3-ra. Szóval, hogy mi az, ami miatt mondjuk most mi az, amit jobban vársz mondjuk? Ez itt a fő kérdés, hogy mi az, amit jobban vársz. Ó, és ebben még nem is voltunk, nagyon jó. Én például most a Lies of Pete-t azt várom. Ebben a hónapban, a következő hónapban nyilván ugye a
azért sok minden lesz, de nálam ugye az idei év legjobban vártja a Pótyember 2. Nagyon várom, hogy nagyon sok pénzt fizethessek. De tényleg. Ja, Istenem. Nem tudom, ezt meséltem-e, vagy te itt voltál, amikor meséltem, hogy van nálam, tavaly hoztam egy ilyen szabályt, hogy minden évben engedek magamnak egy gyűjtőit. Hát vennék én, meg szereznék én többet is, csak hát egyrészt kapni nem kapok, mert pici vagyok, mint csatorna, venni meg, hát pici vagyok, és nincsen tele a pénztárc. Lényeg, ami lényeg, hogy tavaly ugye a God of War Ragnarök-nek a gyűjtője, idén pedig a Póki 2-nek a gyűjtője lett előrendelve. És legalábbis eddigi információk alapján lesz is. Egyelőre visszaszólt az utolsó info, hogy azt kaptam vissza, hogy kapok. Majd, hogy ha kifizetem, persze nyilván úgy értem, tehát hogy a bolt szólt, hogy ugye nyilván ezekből nagyon nagy előrendelés van, de hogy benne vagyok azokban, akiknek jutott, meg félre van. Elvileg a sorrendbe rakva. Tök jó. Cserébe nagyon sok pénz, de cserébe jó lesz, úgyhogy várom. Itt valami van, ilyen valami kell és figyelj, de ez nagyon nem szép dolog, itt így ne kell éjföl. Úgyhogy Póki gyűjtői lesz. Amúgy rendbe kéne tenni az aspekteket, én azon gondolkozom. Destroy the idols, amúgy az a feladat közben. Pedig idén még legalább kettő olyan gyűjtői van, ami a Pókin kívül nagyon, nagyon tetszene, amit tényleg rohadt jól néz ki a szobor. Az egyik a Lords of the Fallen-nek a gyűjtője. Szerintem az a szobor, az csodálatos, ráadásul, ha jól tudom, ledes, ami tök ritka, hogy ilyet csinálnak. Hát, hogy világít az a cucc, ami benne van a kezébe, ugye a lámpás. A másik meg a decemberben érkező Space Marine 2. Na, az is rohadt jól néz ki. Hát jó pár játék van a listán, amivel belekukkantanék, de a Lords of the Fallen és a Poké 2 miatt semmiben nem akarok úgy igazán belekezdeni. Baldur's Gate 3 és a Zelda Hébenhóba addig. Hébenhó? Hát azokkal bőven el vagy. Ez a karácsonyig is el lehet Baldur's Gate-ezni, bőszen. Én még a nekem az meg sincs például. Hát a Zelda is végtelen idő. Na meg hát a Diablo, ugye? Ugye? Haha. Aztán nem már megsértődik a Diablo, hogy nem játszod. A Blizzardnál az apukád egyből idő. Ki lesz akadva, hogy nem játszol. Diablo 3 szezon is jön. De menj már, vagy most lesz megint? Vagy mikor jön már megint új? Vagy ugyanakkor jön? Vagy hogy van ez most? Maligan Tim Walker, mindent kapok. Vigyázz, pukkanni fog. Nem pukkan. Ki kell majd maxolni azt a D3-ot? Jön az új, aztán ismétlődés lesz, ha jó. Na meg a Starfield. Jó, hát de a Starfield most mondta, hogy annyira nem akar bele fetszölni most időt a Starfieldbe. De igen, a Starfieldbe is bele lehet nem kevés órát hajintani. Lecs. Jó napot! Most az a gond, hogy nincsen csirkevihar, vagy mi az Isten a neve. De van, akkor miért nem nyomta be, megkaptam a hármast. Szóval, ja. Amire még kíváncsi leszek, csak hogy azért van egy pár játék, amit én szeretnék kipróbálni.
Az idei évben mondjuk kb. A Pókember 2, Alan Wake 2, Space Marine, Lords of the Fallen, Lies of P. Amúgy én kíváncsi leszek az új... tehát hogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a Assassin's Creed-nek az új része. Mi az, ami még jön? Forza Motorsport, arra is kíváncsi vagyok. Ja, meg hát jön a Avatar game is, nem? Az is most jön majd decemberben, nem? Vagy nem jól emlékszem? Jesus Christ, mi játékok vannak idén amúgy? Atyaég. Atyaég. Ez egy brutál, brutál év a gamingnek. Megint. Komoly. Ó, mennyi gyönyörű szép szám. Olyan gyönyörű. Hohoho, baby, yes! Kill them all! Nagyon sem ment, ezt most... és előfordul, ha? Jaj, nem jó gombot nyomtam. Visszatértem és hallom, hogy csirkevihar, nos az mi? Ez a csirkevihar. Az a baj, hogy van még egy idol, amit ki kell pusztítanunk, mielőtt erre, ahova erre most vagyok, tovább tudunk menni. A Mortal Kombatot kihagytad? Igen, mert az például engem nem annyira érdekel. Elnézést kérek meg... Áó! Meg egy hamburgert is. Sajtburgert ennék. Ti ennétek egy sajtburgert? És ha igen, miért kettőt? T4 sikerült, vagy összetapostak, mint a T4 sikerült, csak visszajöttünk, hogy még lépjek egy pár szinten. Meg a meglévő, meg amit lecraftoltam, Nightmare Dungeon, az még Tier 3-as. Úgyhogy azokat megcsinálom. Úgyhogy jaj, sikerült elsőre a T4-re feljutni. Igen, biztosan, de mi az, hogy... Mire, hogy érted, hogy idén? Mi? Nem maradtam. Vagy nem értem. De most akkor most mehetünk kinyitni ezt az ajtót. Amit erre van. Sokan vannak, hogy így nem jön be amúgy a Starfield nekik. Ja, hogy igen a sajtburgerre ennél. Hát persze. Mindenki enne. Aki nem, az is. Hát én tudom. A sajtburger jó. A sajtburger finom. Csak ne beszéljünk róla többet, mert ilyesmér. Mennyi az idő? Oké, nagyjából még egy órám van, mielőtt vár a munka. Mondjuk a munka már előtte, utána is. Most veletek mi van? Miért nem döglötök meg Burning Dead-e? Kösz. Jó, hát akkor pukkanj ki. Vagy ne. A hétvégén grillezek. Grill party lesz? Moskos sámánok. Egyszer. Kétszer. Au. E,
X4 Foundation, ismeri Stark uram? Nem tudom, mire gondolsz? Grill party családi körben, az jó, az jó, az jó, az jó. Én még nem tudom, hogy lesz a hétvégén. Azt tudom, hogy szintet lépek a hétvégén. Ezen kívül még semmi sem biztos. Csak a szintlépés. Ott a ki. Megvan a kulcs, megvan a kulcs. Na és vajon merre? Erre vagy arra? Arra vagy erre? De szerintem erre. Haza! Így is van. És akkor ezt tudjuk kinyitni. Haló, jó napot! Ki van oda benn? Várj, ebbe belekortyolok. Abszorb. Psz. Meghalt, az ott uniknak tűnik, akárhogy nézem. És akkor a Blood Drinkert nyomjuk fölfelé. Yes! Azt a maradékot benne dobjam a Dominate-be. Ah, nem menjen oda. Oké. Okay. Akkor visszajövünk ide. Hé! Ha űrhős játék, akkor az X4 Foundation mindent visz, igaz? Planétáikra nem lehet leszállni, de akkor is mindent visz. Ah, amúgy elérhető például Game Passon keresztül a Everspace is, az is egész jó pofámú. No, azt mondja, hogy... Bonespear-es... Nekünk az nem jó. És ha kicseréljük. És ha kicseréljük, mire kéne kicserélni? Aspect of Might, vagy pedig... Disobedience. Az van mostaniban az van, ja? Aha. A Disobedience-t, azt bele tudjuk ebbe tenni, mondjuk? Na várjál, többit azt lekukázom. Így. Du-du-du-du-du-du-du-du. Yeah, baby. Something for the cold and dark. Show me the money! Yes? Hey! Ezt is védjük. The father keep you. Jó, és akkor mi van, ha beletesszük a disobedience-et? Unique-ra nem tudsz rárakni, csak fejleszteni lehet? Ó, hogy abban a Unique-nál nem lehet cserélni akkor a cuccost. Akkor az mindenképp Bonespear-es marad, yes. Uh-huh. Ezt elfelejtettem. Akkor az kuka. Nekünk Bonespear-es nem jó.